Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok és hatalmas a kacsikkal köszöntök mindenkit a mai videóban, amely kicsikét rendhagyó lesz még hozzá emiatt egész pontosan. Ahogy látjátok, ismételten Minecraftban vagyok, ami egy kicsikét szokatlan lehet a csatornámon. Körülbelül 2 vagy lehet most már 3 hete volt az, hogy feltettem egy ilyen kalandpálya végigjátszós videót, ami igazából az én saját kalandpályám volt még 8 évvel ezelőttről. Ami eléggé nagyot ment, felkapott listán 5. helyezett volt, 110 000 megtekintésnél vagyunk kb. És ugye ebben mondtam azt, hogy végig fogok majd játszani lehet még egy kalandpályát, ami az ilyen másik régi kalandpályám. Csak hogy azt már sajnos valamiért nem lehet letölteni, az úgy eltűnt a világon. Na de történt egy olyan dolog, hogy rám írt valaki... Na várjál, hogy kell visszamenni. Írtak nekem egy e-mailt VR Number One névvel, és megkérdezte, hogy mi lenne, ha csinálna nekem egy kalandpályát, én megmondom, tesó, hát ne szórakozz már, most azonnal kérem. Jó, azért nem így volt, de mindenfajta képen megmondta, hogy megköszönöm azt a pályát. És alig is készítette nekem kifejezetten, úgyhogy most egy nézőmnek a kalandpályája, amit most nekem készített, úgyhogy hatalmas nagy pocsi, főleg most neked, bam, VR Number One, kösz szépen. Tényleg szétadom, és most ezt fogjuk akkor szépen végigjátszani itt egy videó keretein belül. És azon gondolkodtam, hogy basszus, érdekelne még titeket több ilyen videó? Figyelj, csapj egy lájkot, hogyha szeretnél még ilyen kalandpályás, kijátszós videókat, és írd nekem egy e-mailt, hogyha szeretnél nekem esetleg pályát építeni, mert mindegy, inkább ne is menjünk még rögtön bele a közepébe, játsszuk végig a mai pályákat, és nézzük meg, hogy mi újság van. Egyébként ez, hogy ilyen gombos megoldások vannak, ez ilyen nagyon-nagyon high-technek tűnik már nekem. Bevezetés, és amúgy rohadt jól néz ki ez a hely, ez nem is tudom, hogy ez korallnak számít, talán nem tudom, ez pontosan mi. Mindenesetre meg kis sült krumpli az már van. Na nézzük, bevezetés. Hello, viccelek, szia! Ezt a pályát Bálint készítette, úgyhogy egész pontosan Bálintnak köszönhetjük a mai videót. Letesztelte tesója, Rainbow Slime 482, azaz Dani, és osztatása Zoli és tesója Mark. De ez a pálya egy személyre készült, úgyhogy kösz szépen, akkor ezt mindenki rendesen le is tesztelte, gyerekek, ez átment mindenfajta NASA vizsgálaton, és azt mondták, hogy jó, elküldjük. Itt amúgy nem volt egy gomb, vagy ez így ugrál ez a gomb? Az igen, így rendesen végig ugráltatja a gombot, azt nem tudom, hogyan csinálja, de oké. Ne váltsd game módot, alap GM2 beállítva. Figyelj, nekem csak hátra kell dőlni, nem is kell semmit sem csinálnom. Ne légy hekkelek. Inkább vinelek. jól beszél ez a Bálint. Játsz normál nehézségi szinten, beállítva. Aranyszabály, érezd jól magad. Szétadom, minden itt be van nekem állítva, nekem már csak jól, hogy érezzem magam. Kapunk egy tippet is. Lesznek például ládákban easter egg-ek. A mapon összesen 10 ilyen dolog lesz elrejtve. Ja, és lehetnek random gombok, amik egy tippet adnak a hardcore sorozatodba. Az igen, odafigyelj, nem csak hogy játszunk és szórakozunk, még tanulunk is, tökéletes. Tegyél egy spawn pointot, mert valamiért bugos a pálya, és nem lehet letenni command blokkal. Jaj, command blokkal van összerakva, hogy már értem. Írd be, hogy per spawn point, sok szerencsét. Még ezt is megmondja nekem, mit kell csinálni, hogy elmentsem magam a spawn point beállítva. És a végén pedig start. Úgyhogy akkor kezdjük is, lássuk, hogy mi újság van. Na, ez jó, most azonnal meg is halok. Hát ez fantasztikus. Nem, oké, most átkerültem valahova, ahol milyen indák vannak ezek. Ezen fel is lehet én mászni. Nem tudom, még ezek a blokkok, de szétadom, hogy ennyire ilyen hangulatos, ilyen kalandpálya feelingje van tényleg. Na nézzük, itt egy láda. Sör. Easter egg. Nem tudom, melyik vidomból volt a sör kivéve, vagy hogy van ez. Lehet ez csak egy olyan easter egg, ami nem a videókhoz csatlakozik, vagy kapcsolódik. Na nézzük. Tegyél le egy spawn pointot. Kösz főnök. Kérdés, hogy megnyomom és akit meg válaszolok. Oksa. Na nézzük, mi a kérdés. Viccelek, az első videójában melyik potit főzte le leghamarabb? Na jó, gyorsaság plusz azonnali gyorsulás, vagy gyorsaság plusz azonnali sebzés, ez a baloldali volt, úgyhogy ezt megnyomjuk. És át is kerültünk ide, ó, aha, tehát hogy így, ezt meg tudom nézni pontosan, hogy mi van ebben a command blockban, vagy ezt hogyan kell megnyitni. Nem lehet megnyitni, de szerintem nem is erre kell, hogy menjünk, úgyhogy inkább visszamegyek. Itt meg egy falu van, azt a rohadtat, meg cukornád van ott a távolban, jó, ez egy jó map, itt lehetne túlélőzni. Na mindegy, hogy is volt, valamilyen easter egg-eket kell keresni, hardcore tip, majd ha eljutsz, hogy házat építesz, akkor mindenféleképpen egy falu közelébe építs, mert a falusiak fontosak lehetnek. Kösz, így lesz, mindenképp egy falu közelébe leszünk, viszont az egész spawn point egyébként lehetne leraktam, már nem emlékszem. Kérdést kérjük, mit hoztak be 1.15-be? Méheket vagy falufejlesztést? Hát, szerintem méheket, mert hogy, ja. Ó, oké, ez akkor jól tűnik, mert akkor úgy látszik, hogy átkerültünk ide. Spawn point megint, 12. június, vagy május, biztos az, amikor kezdtem, vagy mikor raktam fel az első videót. Mikor csatlakozott a YouTube-hoz a Viccelek csatorna, igen, így is van. Kíváncsi vagyok, ezt ti tudjátok-e? Ezzel most nagyon-nagyon sok múlik. Bam, május volt bizony, és átkerültünk ide, ahol még egy láda is van, egy Viccelek alma. Ja, és akkor ez most a második easter egg, hogyha minden igaz. Oké, akkor most teszünk egy spawn pointot, nézzük akkor a kérdésünket. Mi kell a lassú zuhanás poti elkészítéséhez? Nether bibircsók és phantom membrán, vagy nether bibircsók és gaszt könyv?
Ez kell hozzá, ebben biztos vagyok. Ebből mi is jön ki, hogyha gazt könnyed teszel bele? Nem az a regeneráció? Valami ilyesmi. Viszont ez kell hozzá, és amúgy arra lennék még kíváncsi, itt egy kettes számúna, várj, mit mond. Hardcore tip. Amelyik gondolom nem lesz tábla, az hardcore tip. Na nézzük. Építs autót a cukornát, farmot, mert a papírt el lehet adni is maragdért a fa. Az amúgy jó, tehát igen. Nem tudom, hogy pontosan mitől lesz automata, de majd megcsinálom azt is. És itt van egy ilyen... Ó, na most véget értem, most nem tudom, mi történt. Csak ugorj le. Spawn pointolj. De várjál, most itt lerakok ezt spawn pointot és leugrok. Ó, itt meg... Ú, de menő, ezt nem is vettem itt észre, csak random megnyomtam. Adidas sisak. Fel is dobjuk. Hogyha most ide lerakok ezt spawn pointot és leugrok, és meghalok. Meghalok itt egyáltalán? Hát szerintem igen. Akkor nem fogok visszajutni a kérdésekhez, nem? Igen. De várjál csak, mi van akkor, hogyha itt ezt közben megnyomjuk? Jó, akkor ide most visszajutottunk, tettem egy spawn pointot közben, hát mondjuk akkor ide. Ide most inkább nem teszek spawn pointot, hanem beleugrok ott a vízbe, ott a sarokba. Az ugye akkor nem tudok meghalni. Bam! What? Hogy most mi van? Beleugrottam a vízbe és meghaltam? De nem is estem bele amúgy a vízbe, csak random a peremén haltam meg, ne szoktok, ha még egyszer megpróbáljuk. Átmegyünk. Ott is van amúgy víz. Most ugorjunk ebbe a vízbe. Bum. Na várjál, most ott még egy láda is van. Jó, akkor ez most még egyszer. Akkor a ládát kéne kinyitni valahogyan. Na, harmadszorra. Jó. Ki tudtam most nyitni, de meghaltam. Na, akkor még egy utolsó próbálkozás. És beleesek szépen a vízbe. Jó, most sikerült. Gucci cipő. És, ó, ott meg van egy ilyen portál. Ez meg ilyen pattogós, aha. Ezzel fel tudok egészen addig. Mi lett van, ha erre ugrok rá, akkor fel tudok pattani, nem? Ez meg a mézblokk, ugye? Ez meg itt megint csak méz. Ez meg itt miért nem tudok ebbe beleugrani? Ez egy átverős víz volt. Na jó, szerintem akkor most legyen az, hogy belemegyek ebbe, mert nem tudom, hogy most jó helyen vagyok-e. Várjál, most mit csináltam? Szerintem most elrontottam. Beírjuk azt, hogy per kill. Hogy visszamegyek a spawn pointomhoz, és inkább válaszoljunk erre a kérdésre, és van akkor a végén ezt megcsináljuk, mert itt közben egy másik helyre kerültem. Nézzük, egy meg egy. Hát... Ja, értem, hogy a kettes volt erre a jó válasz. Hülye vagyok. Igen, hogyha egyes nyomok, akkor mi történik? Ó, hát akkor így meghalok. Akkor én igazából csak véletlenül úgy fejtettem meg a feladványt, hogy nem is tudtam, hogy mi a kérdés. Jó, igazából csak megnyomtam minden gombot, ami ott volt mögöttem meg a közelembe. Most itt meg fogok szerintem fulladni. Jó, akkor a lényeg az, hogy itt jó helyen voltunk a kettes számunál. Most viszont rá akarok ugrani erre a mondjuk itt erre a zöldre. Ah, és akkor de jó, is így felpattan, de menő. Most akkor menjünk bele a vízbe, hogy megálljak. Jó, hát majdnem összejött, és akkor most pedig... Ott egy gombom úgy, most nézem. Hardcore tip, az endőrönt mindig vízbe vagy két blokk alatt töld meg. Ja, igen, ez igen, és akkor nem tud megütni, ugye. Jó, akkor megint átmegyünk a nedőrbe, és akkor most megcsináljuk a kérdést, és akkor menjünk majd a pályával, csak összekavarottam egy picit, annyi történt. Na. Üdvözlök a nedőrben, most nagyon ez a feladatot, hogy készíts egy lassú zónást, ezt előbb itt is olvastam már. Majd keresd egy kart és húzd meg, aztán ugorj le, ahol most a közös üveg van. Aha. Ez itt így, nem tudom mi, de ez tetszik, meg ez is tetszik. De tudod, hogy inkább akkor vigyük az egészet, mert ez egy később biztos jó lesz. Itt van valami? Szerintem itt biztos lesz, ami elrejtve. De nézzük meg azt, hogy miért van itt ennyire itt egy gomb. A bányába vigyél vizet, mert sok esetben rejtett menthet. Ez így van. Blaze. Jó, hogy leszpónol egy blaze-t. Amire nekem nincsen szükségem igazából, mert az nem kell a potihoz. De most már akkor leütjük. Jó, na nézzük akkor, hogy mi van itt pontosan. Szerintem még biztos lesz, hogy itt easter egg elrejtve. Csak az a kérdés, hogy megtaláljuk-e. De lehetséges, hogy nem. Na jó, ami akkor nekem kell tehát, akkor még egyszer az, hogy csinálják egy lassú esés potit, amit pedig ott egy gomb tud, jelen ez egy láda. Viccelek, szigonya. Az igen, ilyen nem még sose volt, ez tetszik. Jó, menjünk tovább. Phantom. Igen, ez kell nekem, de közben várják, kajálok, meg fogok halni. Kell nekem akkor most üveget szereznem, ott egy kar, igen, tehát azt kell majd meghúznom. De várjál, mert most nekem nincsen amúgy üvegem. De hogyha ezt megiszom, akkor abból tudok majd csinálni, de nincsen mondjuk nedörbi bírcsókom se. Na jó, kezdésnek le kell ütni akkor a Phantomot. Aztán pedig kitalálom, hogy hogyan fogok üveget szerezni. És hát ja. Na nézzük, kérünk egy Phantomot. Nem tudom, hogy minek kéne történni, én nem látok semmit. Phantom, barátom, hol vagy? Már nyomom még egyszer. Szerintem valamit rosszul csinálok. De most mi van, nem akarnak ide bespónolni ezek a bolondok. Hogyan üssen legyen a Phantomot, mert... Ja, ott vannak fent! Oké.
De nem akarnak ide most meg lejönni. Ha-hó. Hali-hó, de várjál, van nekem cigonyom az antrok, ilyet, hogy izé... Jó, hogy ezzel kell lelőni! Oh-hó, oh-hó-hó-hó. Most már akkor értem. Most sebződök egyáltalán? Igen, ez meghalt, kaptam is egy membránt. Már csak az XP miatt akkor lelőlem a maradék kettőt is. De csak most honnan lesz nekem üvegem amúgy? Szerintem az lesz, hogy meg kell inni ezt a sört. Valami nekem azt súgja. Így, most igazán megittem egy easter egget, úgyhogy remetve nem rontottam a pályát teljesen. Feltöltjük vízzel. Így a blaze meg azért kell, igen, emlékszem, hogy ebbe tudjunk tenni energiát. Hogy ez ugye ott elinduljon. Aha, most már akkor értem. Jó. És akkor most kéne nekünk a nether bibircsók. Valahonnan. Nem mögött nincsen valami? Ja, azért volt a homok, hogy kiégessem. Akkor most véletlenül megittem egy easter egget. Bocsi, nem így akartam. De honnan szerezek nether bibircsókot, te? Vagy van valahol, csak én nem látom? Hű, te! Tudtam, hogy ennyit fogok itt bénázni, akkor nem olyankor veszem fel, mikor sietnem kell. Hát én szerintem meghúzom ezt a kart. Bár utólag kellett volna, de most már mindegy. Mert hogy én nem vágom, hogy honnan szereznék bibircsókot. Amit eltűnt az üveg? Igen. És most kéne leugorjak. Hát de most mondjuk így meghalok, mert nem tudtam megcsinálni a potit. Hoppá! Óriási trükköt vittem véghez, srácok! Egészen pontos igazából az történt, hogy írtam egy e-mailt a srácnak, aki a pályát készítette, és megkérdeztem, hogy mi újság van. Azt mondta nekem, hogy elfelejtette betenni a Netherwortot konkrétan, úgyhogy történt egy kisebb aki, ezt azt mondta, hogy igazából add olyan be magamnak, és akkor tudunk tovább menni. Na, szóval lényeg, visszateszünk most magunkat a Game Mode 2-be. Adventure, ebbe voltam szerintem. Ebbe voltam, igen. Úgyhogy folytatjuk tovább, srácok, mintha mi sem történt volna. Egyszerűen csak becsúszott egy ilyen kis picike kis bakicska, semmi probléma. Nézzük akkor most, ha bele tudom tenni a Netherwortot, aztán beletesszük a Phantom membránt, és ott tartottunk. Ugye most ezeknek egy másodperc volt, de nekem már vagy másfél vagy kettő napja volt, hogy ezt elkezdtem felvenni, úgyhogy ezért van rajta a másik póló, de még emlékszem, leugrunk, és folytatjuk akkor a pályát. Addig amúgy csak annyit belefűznék itt a dologba, srácok, hogyha nem tudom igazából, tehát nem azt akarom mondani, volt egy igen a James MC vagy James nevű YouTube csatorna, és neki volt egy ilyen sorozat, ahogy ti küldtétek, én végigjátszom egy ilyen Minecraftos végigjátszó sorozat. Nem akarok kopizni, de ez egy elképesztően jó formátum szerintem. Abban legalábbis, hogy az emberek tényleg dolgoznak valamivel, amit te videóban megcsinálsz, és mindenki örül neki, mert lényegében te kaptál egy tök jó pályát, ők meg dolgoztak neked egy olyan pályán, amit igazából az egyik kedvenc videósúrnak csinálták, vagy egy videósnak, akit szeretnek. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon kreatív dolog. És arra gondoltam, hogy ha érdekelne titeket még több ilyen végigjátszós, tehát ilyen kalandpályás végigjátszós videó, akkor írjatok rám írjatok rám e-mailen, tehát írjatok egy e-mailt nekem, és megbeszéljük, hogy mi újság. És hogyha úgy van, akkor nyugodtan készíthetnétek nekem pályát, és ez nyilván nem kötelező, hogyha valakinek kedve van, akkor készíthetne nekem pályát, amit én végigjátszok ugyanúgy videóban, mint most ezt. Ugye erre gondoltam, pufihal, easter egg, ez már kb. Hányadik easter egg, ez már a negyedik, az ötödik volt. Ezt igazából most csak így gyorsan belefűztem, hogy lehet még ennek lesz egy ilyen nagyobb értbe per spawn point. Az mindenképpen kell nekem, mert itt meg fogok halni a lávába. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy érdekel még titeket. Na nézzük, Minecraft, vagyis mi? Most jöhet a láva labirintus. Nem tudom, itt egy gomb. A Netherről mindig vigyél tüzelőság potit, kivéve amikor elsőnek átmész, mert magmakrémka, igen. Ezt tudom, ezt eddig tudtam, az első olyan tipp, amit úgy, ezt elérem ezt szerintetek azt a ládát? Nem, inkább nem öletem meg magam, hanem inkább odafutok. Így, ne. Mm-hmm. Tehát, hogy felgyulladtam, és most így vagyok. Vizet megiszom, az nem segít, amúgy van egy aranyalmám is, de az is igazából egy easter egg, de most meg... Bár végül is mindegy, mert hogy itt vagyok. Oké, semmiség. Úgyhogy akkor kinyitjuk azt a ládát, és több easter egget már... De megint felgyulladtam, ezt nem hiszem el, na mindegy. Több easter egget már nem akarok itt elhasználni. Creeper fej. Jól van, tehát az aranyalmát inkább megtartjuk. És akkor most ez megvan, hova kéne eljutnom. Egyfolytában felgyulladok. Nem is néztem igazából a labirintus részét, de úgy látom, hogy jó irányba vagyok. Ott van még egy láda, amit elérek innen. Rolex! Oda figyelj, mert milyen Rolex van itt a főnöknek. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab easter egget találtam meg eddig. Ugye ez itt a sör volt, ami azóta már elfogyott. Hát ne kérjétek tőlem azt, hogy ne igyam meg a sört, hogy felállották már nekem. Úgyhogy eddig szerintem jó vagyunk, még van egy pár hátra. De most ugye nem ott fogok a spawn ponttal indulni, ahol most megint végig kell sétálni. Kösz szépen, ez igen. Ez...
Tudjátok mit? Per spawn point. Hogyha meghalnék, teleportálni amúgy tudok úgy, hogy közben égek. Átjöttem csak azért a netörbe, így beugrottam, csak azért meghalljak. Köszönjük szépen. Na még egyszer, talán tovább jutottunk akkor. És most egy kicsikét elpróbom pör... Óha. Hát azt szerintem volt egy láda, amit nem vettem észre valószínűleg. Tényleg egy spawn pointot, azt már látom. Itt egy gomb. Ha átmész a netörbe, vagy vegyél fel legalább egy arany felszerelés, mert én nem támadtam meg a piglinek. Igen, erről hallottam egyébként, erről láttam egy videót, hogy a piglinek, hogyha arany van nálad, akkor bírni fognak téged. Van egy kőnyomó lapom, nem tudom, ez honnan került hozzám. Indító gombja, és itt most, itt most parkurozni kell. Figyelj, elsőre. Az a kajak elsőre sikerült. Tegyél egy spawn pointot, de jó fej vagy velem, hogy nem kell még egyszer végigugrani, hogyha itt leesnék. És akkor itt megint egy elsőre ezt is. Az is elsőre, hát lebecsültél engem, tesó. Az meg ott, és azt is észrevettem, viccelek, ragyogó dinnyéje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab easter egget már megtaláltam, szerintem jók vagyunk. A spawnon ennyi command block van. Tehát hogy aha. Hát azért igen, elég összetett ez a pálya, az úgy látszódik rajta. Itt egy gomb. Lehet, hogy most megnyertem ezt a pályát, de az is lehet, hogy itt nincsen valami bekötve. Kreatív, berepülünk mögé, és megnézzük, hogy itt minek kéne történnie. Konzol parancs. Most nem tudom, mit csináltam. De gondolom, itt ennek kéne valamit csinálnia velem, hogy átteleportáljon máshova? Hát, itt valami történt. Jó, hát őszinte leszek veletek, nem tudom most itt mit csinálok, szerintem egyszerűen csak átrepülök akkor innen valamerre. Meg valamit a közelbe kéne, hogy tovább menjek. Ja, szerintem még nincsen vége, mert még egy csomó minden van. Ugye ezek voltak azok a részek, ahol az előbb voltak a kérdések, hát még ugye az elején. Igen, ezt már megfejtettük. Hát most tényleg, mivel nem tudom, hogy hova kell teleportálni, ezért most szerintem elmegyek találomra valahova. Például itt még szerintem nem voltam. És most egy kicsit le kell bontanom a pályát, hogy itt ilyen... Ez így menő. Tehát, hogy... hát ez valami büntetés lehet szerintem, mert hogy itt úgy meghal az ember, jobb hiány. Jó, innen kimegyünk, és láttam még valamit, azt hiszem. Azt láttam még ott, meg itt van még amúgy ez a nagy plac is. Ez lesz itt a vége biztos. Aha, most leszpoilereztem egy kicsikét. Menjünk el akkor oda. Amit mit láttam? Azt láttam. Oda akkor most elmegyünk, mert lehet, hogy ide kéne teleportálni, csak valamiért a teleport nem működik. Nem tudom, hogy miért. De ide most akkor be kéne menni mondjuk itt. És meglátni, hogy... Aha, tehát tegyük fel mondjuk, hogy valamiért idejük adtam ki. És ezt itt meg kell húzni. Nem, ezt szerintem nem kellett meghúzni. Ezt szerintem nem kellett volna meghúzni. Nem, ezek itt ilyen csapdák voltak, hogyha valamire rosszul válaszolok szerintem. Úgyhogy minden bizonyan ez lesz a körte ténylegesen a legvége. Valószínűleg ide kellett majd átteleportáljon engem az utolsó command block. Tegyük fel akkor, hogy onnan ide teleportált most engem, és folytassuk. Köszönöm, hogy kijátszottad a pályámat. Én köszönöm egyébként, hogy megcsináltad nekem. Nagyon jó, remélem tetszett. És mennyi easter egget találtál? 10 per. Hát ugye, ha azt nézzük a 10 per, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-et megtaláltam. Akkor igazából majdnem mindent megtaláltam. Ezt tetszettem, úgyhogy volt ilyen kis plusz challenge, hogy keressek easter egg-eket. Nem tudom, hogy hol került el a figyelmemet, valamit kihagytam minden esetre. Na jól van, mögötted van egy viccelek felirat, remélem tetszik. Nagyon-nagyon menő, full az a ilyen kétszínű. Kicsit belevakultam ebbe a zoomolásba, és jól jött rám be kétszínű. Nem sokára 3000 feliratkozó, így tovább. Ezt amúgy nagyon-nagyon jól mondod. Mostanában vagy 9000. Jó, itt van a tizedik elefánt gomba, akkor megvan mind a 10. Vagy várjál, nem? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Most van 9, akkor az előbb, amit elszámoltam. Jó, mindegy, most van, akkor mindenképpen 9 van. Szóval igen, köszöntök mindenkit amúgy a csatornán, aki feliratkozott mostanában, főleg, hogyha Minecraft miatt vagy itt, mert akkor ezt is biztosan láttad, és akkor most hallottad, hogy megköszöntöm, hogy itt vagy. Úgyhogy srácok, ez lett akkor a mai videó. Köszönöm szépen ezt a pályát, hogy elkészítetted nekem. Nagyon-nagyon jó volt, tényleg hatalmas fun. Minden volt benne, ez az egész command blokkos megoldás, ez óriási, én ilyet sosem tudtam csinálni. Úgyhogy tényleg volt benne kérdés, volt benne kis ügyesség, volt, minden volt ebben, nagyon-nagyon tetszett, köszönöm szépen. Na ez egy olyan pálya, amire azt mondom, hogy tökre király, tudom, hogy legalább 2-3 napig készítetted, úgyhogy tényleg ebben látszik is, hogy van munka, látszik is, hogy volt mit játszani benne, látszik, hogy volt merre menni. Ez patika volt, úgyhogy kösz szépen még egyszer. És akkor srácok, hogy érdekel titeket több ilyen kalandpályás végigjátszós videó, amilyen sapkám van, akkor várjál! Igen, ez a tizedik, akkor mégis megvan a tizedik. Jó, annyira összekavartam magamat, hogy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, akkor megtaláltam mindet mégis. Jó, király, akkor megvagyunk. Szóval srácok, mindenképp, hogyha érdekel titeket több ilyen videó, és szeretnétek ilyen pályát készíteni, és élvezitek ezt a dolgot,
akkor tényleg írjatok rám egy e-mailt, tudjátok, leírásban lesz az e-mail címem, dobjatok egy e-mailt, hogy szeretnétek pályát készíteni, akár tehettek fel kérdést is, hogy mit tudom én, mi legyen a pályán, vagy bármi. Egyszerűen csak dobjatok egy e-mailt, én meg majd válaszolni fogok, hogy persze, hogy ne tesó, csinálj meg nyugodtan, és akkor még lesznek majd ilyen néző kalandpálya végigjátszós videók. Ez így most furán hangzik, de majd még lesznek. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, srácok, holnap ismét találkozunk egy nagyon-nagyon izgalmas videóval, ami igazából megint Minecraft lesz, de azután pedig egy újfajta tartalom, ami ismételten különleges lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velem, mindenképpen csöpj egy lájkot, hogy te is élvezted ezt a mai videót, valamint iratkozz fel, ha ezt már nem tetted volna meg. Na, ennyi volt mára, sziasztok!